Szőtt, hímzett, faragott és fazekas munkák is megtekinthetők a népi iparművészeti gyűjtemény tárlatán, de mézes kalácskészítők, ékszerkészítők, viseletkészítők, tojásdíszítők munkái is a kiállított tárgyak között vannak. A kiállításban egyaránt szerepelnek a helyi tradicionális alkotók munkái, illetve azok a nagy mesterek, akik itt különböző tanfolyamokat, képzéseket vezettek, a mesterek munkái is láthatók, illetve szerencsére már a sikeres tanítványok alkotásai is bemutatkozhatnak. Rendkívül sokszínűen a népi iparművészet mind az öt fő szakágában. A kiállítás, amelyen mintegy 250 alkotás szerepel, szeptember 27-től december 1-ig látogatható. Tačno pokazuje kakav je razvojni deo i šta danas oni tradicionalni predmeti mogu da značaju u savremenom društvu. Dakle, sama baština i nasljeđe nam nije dato pa da tako ostane. A kiállítás megnyitót a Tolnyosi Ady Endre Művelődési Egyesület asszonykórusának és tamborazenekarának műsora, valamint kisdiákok előadása tette színesebbé.